Szép jó estét kívánok a kedves nézőknek, 7 óra van. Tudják, és ha 7 óra van, akkor van 7 órás vendég. Mai meglepetés vendégem egy olyan hölgy, akivel elég sűrűn találkoznak itt a képernyőn, általában külpolitikai eseményeket, illetve pontosabban a francia eseményeket szoktuk megkérdezni tőle. Ezen kívül, hogy ide jár szakérteni, önálló műsora is van nálunk, a francia politika. De van még egy műsora nálunk, hisz az Ó és az Új Szövetségről szokott beszélni egy teológus kolléganőjével, tehát nem másról, hanem Sós Eszter Petronelláról van szó. Kezi csókolom. Jó estét kívánok! Petronella, árulj el a nézőinknek, amikor sikeresen befejezte az ovit, akkor hova járt suliba? Kecskeméti vagyok, úgyhogy egészen a gimnáziumi érettségig bezárólag kecskeméti iskolákat boldogítottam, és az egyetemi tanulmányaimat végeztem Budapesten, azóta élek Budapesten. És akkor, amikor leérettségizett, vagy érettségi előtt már tudta, hogy mi szeretne lenni? Jogász szerettem volna lenni, mert az alkotmányjog érdekelt, és miért érdekelt az alkotmányjog? Mert az közel van a politikához. És végül különböző okokból kifolyólag nem mentem el akkor jogi egyetemre, hanem francia szakra mentem a bölcsészkaron, majd egy év múlva rájöttem, hogy nem kell nekem jogásznak lenni ahhoz, hogy politikával foglalkozhassak, mert hogy létezik politológia. Úgyhogy párhuzamosan felvettem a politológus szakot, és együtt végeztem a francia szakkal. Hozzáteszem, hogy volt egy köröm utána a joggal is, hát ki kellett próbálni, hogy a kamaszkori vágy az megfelele a felnőttkori vágynak, és tudom jelenteni, hogy nem. Nem szerettek egymásba? Nem az, hogy nem szerettünk egymásba. Megbuktatták római jogból. El sem mentem római jogból, ha jól emlékszem, mert hogy rájöttem, hogy igazából én unom a biflázást, unom azt a típusú memorizálási gyakorlatot, ami ugye a magyar jogi oktatásban gyakori, úgyhogy már nem bánom, hogy nem lettem jogász, ellenben politológus lettem, és nagyon a helyén vagyok. Bocsánat, a helyemen vagyok. És így aztán a franciával és a politológiával lett francia szakértő? Hát így van, ugye ez két szép karika, aminek ott a metszete, hogyha valaki franciás és politológus, akkor francia politikával kell foglalkoznia. Én azt hiszem, hogy a magyar média egyik közkedvelt szakértője, és nálunk kezdi, aztán látom, hogy átrepül egy kereskedelmi televízióra, utána a közszolgálati televízióra, szóval ilyen körutakat szokott tenni. Mi szerint dönti el, hogy kihez megy először? Időben? Igen. Hát a főszerkesztőkön múlik. Ki tud gyorsabban telefonálni. Nagyon komoly oka kell, hogy legyen annak, hogy én visszautasítsak egy felkérést. Én azt gondolom, hogy amit én képviselek, vagy amiről én beszélek, az egy teljesen univerzális, és amúgy nagyon fontos dolog. Tehát ha minél több emberhez jut el, én annál jobban örülök. Úgyhogy nincs olyan értelemben tudatosság, hogy a sorrendeket hogyan állapítom meg. Ugye vannak bizonyos események, amikor folyamatosan csörög a telefon, és elkezdődik a naptár egyeztetés, de nincs olyanféle tudatosság, hogy ha X helyen kezdek, akkor X hely fontosabb, mindenki egyformán fontos, és minden kedves néző egyformán fontos. Én közel 40 éven keresztül nem mint politológus, hanem mint szakértő, mint bizonyos külpolitikai témák szakértője szerepeltem különböző médiumokba, és itt most, mert ez egy olyan bensőséges műsor, elmondom önnek a nézők előtt, hogy ez egy nyomorult forintot sem kaptam. Tehát valamiből élni kell. A szakértőket sajnos nem fizetik meg. Így aztán minden szakértőnek van valami munkája. Gondolom önnek is van. Én szabadúszó vagyok, úgyhogy az én munkám az a Sós Eszter Petronella Franciaország szakértő politológus projekt. Ezzel töltöm az életem jelentős részét, tehát szabadúszóként dolgozom. Tanítok. Az ELTE-n Erasmus hallgatóknak tartok angol nyelvű kurzusokat, hogy még csavarjak egyet a francia politikáról, tartok angol nyelven kurzust, és politikai elemzést is tanítok az őszi fél évben. Általában ugye akkor több a hallgató. Ennyit az ELTE-ről. Még hol? Jelenleg az ELTE-n. Hogy készül el egy napja? Reggel fölébred. Mindannyian fölébredünk, mindannyian kiülünk a konyhába, és elkezdjük a kávéinkat inni. Ön is így kezdi a napot? Nem, én berángatom a kávét a saját asztalom mellé, és
Sőt, van olyan, hogy a hírolvasást már felkelés előtt elkezdem. Ez egy ilyen nagyon súlyos politológus betegség, hogy az ember házasságban él az okos telefonjával, és a különböző felugráló híreket figyeli, ugye jó tudni, hogy mi történik a világban. Úgyhogy nekem általában, ha nem kell nagyon rohannom valahova, vagy nem annyira korán kell kelnem, hogy az már nekem is sok, ugye én alapvetően szeretek korán kelni, akkor általában hírolvasás, kávétea, vagy valami hasonló méreg mellett ez a reggeli kezdőprogram. Ez a műsor önről szól, nem én rólam, de én elárulom magának, hogy én úgy fekszem le, és úgy ébredek, hogy a fejem mellett van egy internetes rádió, amely éjszaka híreket szolgáltat nekem, és amikor így félállamba fölébredek, és úgy ráeszmélek valamire, akkor gyorsan előveszem az okostelefonomat, ami ott van mellette, hogy álmodtam-e, hogy történt valami, és gyorsan megnézem, és akkor kattog, és jönnek a hírek. Aztán rákötöm magamat egy francia kávéfőzőmre, és utána oda botorkálok az íróasztalomhoz, és akkor kinyitom a laptopomat, és onnét nézem, mert ott nagyobbak a vetők, és akkor nem kell hozzá már szemüveg. És akkor percegig nem tudom, hogy most álmodtam, vagy valójában megtörtént. Éppen már a Viradóra még a tévé is fogta magát, és bekapcsolt, amikor a BT-t összehívták, és az amerikaiak elkezdtek bombázni, akkor egyszerűen a tévé úgy érezte, ez egy okos televízió, hogy élő adás, és elindította magát, úgyhogy arra ébredtem. Én a macskámra szoktam ébredni. Ugye van ez a macskások által közismert jelenség, amit én hajnali terrornak hívok, ez olyan 3-4 körül kezdődik. Tehát sok esetben már a hírolvasást 3-4-4 körül abszolválom. Én alapvetően az okostelefonomba bízom ebből a szempontból a legjobban. Megvannak a magam kis trükkjei, hogy milyen applikációkba szívom be az összes hírt és információt, amelyről értesülni szeretnék, tehát én gyakorlatilag egy helyről, akár adott esetben már párnák között tudom olvasni, hogy mi történt az éjszaka. Úgyhogy ebből a szempontból talán én ennek a friss 2.0-as generációnak vagyok a része, vagy tagja, kevésbé a televízió, kevésbé a rádió, inkább podcastokat hallgatok, vagy videókat nézek az interneten, ha valamit mindenképpen látnom kell. De az okostelefonomon betűfogyasztó vagyok elsősorban. Hát én nekem sajnos szükségem van ahhoz, hogy szakérteni tudjak a vitákra is. Én interneten meg lehet őket nézni. Vitákon élek. Meg lehet őket nézni. És olyan okos televízión van, hogy a ház tetejéről 1700 csatorna, de férfiasan elárom, hogy abból kb. 5-öt nézek. Így szokott ez lenni, igen. Azt sem tudom, hogy kell tovább lépni. Időnként megérkezik Franciaországba is, gondolom. Mostanában kevesebbet járok Franciaországba, és meg kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon jót tesz az elemzésnek. Ugyanis, hogyha ott van az ember, akkor nagyon-nagyon könnyen elkapja a gépszíj. Legutóbb, amikor választási kampány volt, és én nagyon sok időt töltöttem Franciaországban, az a 2007-es elnökválasztási kampányhoz kötődött. Talán emlékeznek a kedves nézők, ez volt az a bizonyos kampány, amikor Nicolas Sarkozy köztársasági elnök lett, és ott nagyon nehéz volt kívül maradni, és nagyon nehéz volt objektív módon látni azt a kampányt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az elemzőnek nem árt az a pici kis távolság, nem árt, hogyha ha ezt a típusú érzelmi kötődést, ami egyébként megvan Franciaországgal, picit megpróbálja leépíteni. Én most úgy látom, hogy olyan értelemben sikerült, hogy miközben persze továbbra is nagyon szeretem Franciaországot, de nagyon nehezen tudok már lelkesedni jelöltekért, vagy politikai pártokért, ami szerintem egy elemzőnek alapvetően egy nagyon helyes magatartás. Egy francia szakértő szereti a francia borokat is? Abszolút. Abszolút. Mi a kedvence? Bordói. Alapvetően a testes vörös borokat szeretem, bár mostanában azért ritkán élek vele. Testes vörös borokat szeretem, főleg, hogyha érződik annak a finom töltyfahordónak az illata abban a borban, akkor az az én barátom. És most mi mindent fordítva csinálunk, hogyha már megvan a maga francia borbarátja, akkor mit szeret mellé enni? Mik azok a francia ételek, amiket szeret? És van-e Budapesten kedvenc francia étterme? Hát ugye szerintem a francia vörösborhoz kötelező a sajt és valami finom baguette. Tehát ez szerintem egy ilyen nagyon alapvető történet. Amit nagyon határozottan nem margarinnal, hanem vajjal kell lenni. Tehát ez szerintem egy...
Ugye a franciáknál az étkezés után alapvetően oda kerül az asztalra a sajt és a begettet, hogyha valaki még éhes maradt egészen véletlenül, akkor ezzel érdemes élni, és akkor elmúlik az éhség. A bagett az mindig friss kell, hogy legyen. Ugye arról az ételről azt kell tudni, hogy 8-10 órán belül lehetetlenné válik. Bár erre megtanítottak a franciák nekem egy trükköt, hogyha még frissen betesszük a mély hűtőbe, és utána a mikrohullámú sütőben fölmelegítjük, akkor olyan egész viselhető lesz az állaga még pár nappal később, és hát azért alapvetően a friss pékségből kihozott bagett az ember barátja. Budapesten pedig, ez itt a reklámhelye, akkor ezek szerint mondhatom, itt nem messze a stúdiótól van egy remek francia kávézó, ahova a Francia Politika című műsor vendégeivel szoktunk járni. Hát nem egy olcsó hely, de jó. Kiváló hely. Végig lehet próbálgatni a francia cukrászművészet, és ez nem a reklámhelye, de valahol a Sipuc és a Veselény itt a sarkában. Igen, és mondjuk ugye? hogy hívják? Úgy hívják, hogy Atable, és egy kiváló hely, teljesen ingyen és szeretetből reklámozzuk, tényleg egy nagyon kellemes, jó hangulatú hely, úgyhogy oda szoktam járni, az az én. Én imádom az eklerjüket. De amikor egy étterembe akar enni, akkor mit rendel? Milyen franciásot rendel? Franciáknál? Hát látja, ez egy nagyon jó kérdés, mert én általában nem nemzeti, a főételeket már nem nemzeti alapon rendelem. Hangulat alapján? Hangulat alapján, igen. Mit szeret enni? Igen, igen. Én hát ugye vidéki lány vagyok, tehát mondjuk egy bécsi étteremben. Kedves nézőim, most van az a pillanat, amikor sajnálhatják, hogy még illatokat és ízeket nem tudunk közvetíteni, de ha kitartóak lesznek még egy-két év, és ez is eljön. De kívánságra akkor nem mondom el a legfantasztikusabb illatokat, szóval csak hogy mondjak egy egyszerűt, amikor beszabadultam Bécsben egy étterembe, természetesen wiener schnitzelt kellett tennem, mert ugye az a kötelező klasszikus, de hát bármilyen jó sült, jó salátával ezeket az szeretem. Az a baj, hogy most kezdedik a Pészák, és Pészakkor az ember nem ehet kovászosat, és a bécsi szeletnek a külseje, az általában kenyérmorzsával készítik, meg hogyha franciásan van, tehát a párizsi szelet, akkor liszter, úgyhogy nem tudom elképzelni, hogy is nézne ki tulajdonképpen egy finom macesz lisztben rántott hús. A nézők kipróbálhatják. De szerintem az is izgalmas lehet, hogy vegyenek egy tábla maceszt, a mozsárba törjék össze, és azzal próbálják felöltöztetni a borjú szeletet, ami természetesen kóser, és akkor lesz egy pészaki borjú bécség, a la Heti TV. Hogy ez, van a salátákkal? Ez nagyon szeretem a salátákat is, és ha már ha választhatok, akkor szerintem a kínaiak belőlem élnének. Úgyhogy ezt a magyarosra finomított kínai hát kínálatot, ezt én valamiért nagyon szeretem. Úgyhogy ha már ez a mi a kedvenc, akkor szerintem áruljuk el, hogy... Mit szeret inni? Kávét vagy teját? Kávés vagyok inkább. Ez egy ilyen szociális kávézásként indult, és nagyon megszerettem a kávét, úgyhogy nagyon sokszor dupla eszpresszóval indul a nap. Én amikor fiatal voltam, akkor tripla-triplát ittem. Hát akkor mi van hova fejlődnöm, majd tippeket kérek. És most öregkoromra viszont imádom az ilyen nagyon pici, olaszos, ilyen pici, ennyi risztrettó. Az a risztrettó. Kis únyi, és vannak ezek a mindenféle patronok, amik ugyan nem olyanok, mint Rómába, vagy Via Veneton beülni, vagy akár a Champs-Élysées, mert ott is tudnak risztrettót csinálni. Bár azt mondják, hogy az olaszoknál kétféle kávé van, van az espresso ristretto típusú történet, meg a cappuccino, és ugye általában a cappuccino az reggeli ital, jól tudom? Aha. Tehát a délután már nem nagyon illik, úgyhogy nekem azért azt mondják, hogy ez a ilyen kávé, olyan kávé, amolyan kávé, americano, ez nem feltétlenül a nagy kávésoktól jön, hanem hogy ez már ez a nemzetközi esedő kávékínálat, nem tudom mennyire. Én a gyerekeimtől megtanultam szeretni a melanzsot is, és 30 éven keresztül van egy ilyen izraeli elit kávé, ami egy Nescafé. Ott az embernek az éghajlat miatt a folyadék háztartásáról gondoskodni kell, és abban az ember megiszik naponta egy 15-ször 2 deci. De ezek ilyen hosszú kávék, mint az amerikaiak? Igen, ezek ilyen hosszú kávék, meleg víz és Nescafé, egy kis tejjel fölöntve, és ezt lehet hidegen, melegen inni.
Na, ez ennyit is jó az ennyit a kávéról. Ennyit a kávéról és a folyadék háztartásunkról. Milyen zenét szeret mondjuk Koncsuzsán kívül? Múltkor valaki azt mondta, hogy jellegzetes korosztályos zenei ízlésem van. Ugye én a 90-es években voltam kamasz. És alapvetően... Most ne számolják ki, hogy hány éves, csinos és fiatal. Megtisztelő, köszönöm szépen. Tehát igen. A 90-es évek zenéje is, a 80-as évek vége, 90-es évek végig, 2000-es évek eleje, ami, hát azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag beragadt nekem, azon egyszerű oknál fogva, mert ugye a 2000-es évektől egyre kevesebb időm lett rádiót hallgatni, figyelni, hogy mik jelennek meg. Nyilván az addigra kedvencé vált előadóim lemezeit úgy nagyjából követtem. De már szinte senkinek nincsen lemeze. Nincs, de a Spotify-ra ez úgy kerül föl, mint egy új album mondjuk, vagy mondjuk nagyon sok előadó már a saját honlapjára is fölteszi a zenét. Úgy vannak vele, hogy ma már nem az album eladásból, hanem mondjuk inkább koncertezésből élnek. Én egyébként erre nagyon figyelek, hogy legális forrásból jussak hozzá a zenéhez, tehát ez nekem azért, nagyon fontos. Mert maga ilyen egyenes, vagy ez egy olyan nagyon trendi dolog, egyenesnek és becsületesnek lenni? Én nekem ez az első, tehát én fontosnak tartom, hogy olyan zenéhez férjek hozzá, ami valamilyen formában jó az előadónak. Tehát ilyen... Tehát Eszter, ha azt hitte, hogy ezzel befejeztük a vetköztetést, téved. Most jön a legnehezebb kérdés. Még nem vagyok elég? Vajon otthon különbséget tesz-e hulladék és hulladék között? Igen. Oly. Most be kellett volna vallanom, hogy nem? Nem tudom, ez egy nagyon érdekes dolog. Én amikor fiatal voltam, akkor ez még nem volt divat, és a gyerekeimtől megtanultam, és teljesen fölháborítanak tartom, hogyha valakinek egy szemetese van, és nem külön gyűjti, ez úgy ránk ragad a gyerekeinktől. És ez is francia hagyaték egyébként, mert amikor 2005-6 környékén egy évet kint éltem, akkor ott már jellemző volt, hogy minden társasházban 4-5 kuka volt. Ugye nálunk a szelektív hulladékgyűjtés úgy néz ki, hogy van a háztartási szemét, ahova dobunk mindent, és akkor mondjuk talán a papírt, meg esetleg a fémet külön gyűjtjük, vagy a műanyagot. De a franciáknál akkor már a fehér üveg, színes üveg, újra felhasználható, tehát hogy ott tényleg nagyon komolyan vették ezt a történetet. Tehát ők teljesen őrültek. Szerintem teljesen normálisak, ez a nézőpont kérdése, és nekem ez ott ragad be, hogy ez mennyire jó. Hát azért lássuk azt, hogy vannak olyan háztartási hulladékok, de akár az elektronikus hulladék, fémhulladék, ami teljesen hasznos, tehát értő kész kezében az érték, mert eladható, újrafeldolgozható, stb. És én így vártam, hogy Budapesten is megvalósuljon a szelektív hulladékgyűjtés. Még beraknék egy-két kukát, tehát hogy az például teljesen jellemző, hogy a nem visszaváltható üveggel nem nagyon lehet Budapesten mit csinálni. Én külön szedném még a műanyagot és a, nem is tudom, nálunk talán a fémet gyűjtik együtt a papírra, vagy a műanyagot a papírra, nem emlékszem pontosan, de hogy még egy kukát azt beraknék, mert tudom, hogy az nekem mindig szokott hiányozni, de igen, szóval, hogy szelektálok, és mást is rászoktatok. Amikor például ruhát vásárol, akkor odafigyel arra, hogy milyen alapanyagokból készül? Hát igyekszem természetes alapanyagokból venni, ennek egyébként nem környezeti vagy ideológiai oka van, egyszerűen olyan ruhákban érzem jól magam, amelyek természetes anyagból készülnek. A minap a gyerekeimmel vásárolni mentem, és valami nagyon tetszett, és azt mondták, hogy ne azt ne vedd meg, mert azt kihasználják az embereket, mondom, gyerekek, na elég, mindennek van határa. Maga, hogy van ezzel? Hát elég sok olyan márkás cucc van, amire azt mondják, hogy olyan ázsiai üzemekbe készülnek, amelyekben gyerekeket foglalkoztatnak, meg békbérért foglalkoztatnak embereket. Tehát megmondom őszintén, amikor először vettem egy olyan hátizsákot, amiben megláttam, hogy Észak-Koreában gyártották, akkor azért nekem is átfutott az agyamon, hogy úristen, ki csinálhatta ezt, és mennyit fizethettek érte. Tehát azért ez szerintem ott van az ember agyában, de bevallom őszintén, hogy
és ez lehet, hogy az én hibám, tehát most lehet, hogy egy hibámat vallom be, de nem nagyon van arra kapacitásom, hogy mondjuk egy vásárlás esetén ott megálljak az okostelefonommal, és megnézegessem minden márkáról, hogy hol jár. Következő ruhadarabot vesszük le magáról. Mit hord? Ridikült vagy hátizsákot? Egy ilyen irodai táskát, amiben sok papír elfér adott esetben, sok papírral közlekedek. Cipel magánál laptopot, vagy megelégszik egy okostelefonnal? Tablet. Kedves nézőim, nem készültek erre, ugye? Ezekből a válaszokból rá lehet jönni, hogy kivel is ülünk szembe. Egy infomániással. Mi az, amit meg szeretett volna valósítani, de nem volt még ideje rá? Az alváson kívül. Na, ez egy nagyon jó. Ez valóban egy nagyon fontos projektem, mondjuk 8 órát aludni egy huzamban. Alapvetően van egy listám azokról a dolgokról, amelyeket szeretnék az életben. Ezek kiállítások, múzeumok, utazások, dolgok, amelyeket szeretnék reggeli megtanulni. Reggeli a francia elnökkel? Nem, de például az benne van ebben a listában, hogy amint végre sikerül megvédenem a doktori dolgozatomat, aminek egyetlen egy oka van, hogy még nem sikerült azt a 2-3 hetet egy huzamba kivennem, amikor végre be tudom fejezni az egyébként nagyon jó állapotban lévő dolgozatot, akkor meglátogatom De Gaulle tábornokot a falujában, ahol ő el van temetve. Csak nem azt akarja mondani nekem, hogy De Gaulle az egyik jelképe? Az egyik politikai példaképem, hogyha szabad így mondanom, ugye a gaullizmusról szól a doktori dolgozat, és mivel ösztöndíjasként nem volt lehetőségem meglátogatni a tábornokot, ott fogom ünnepelni. Amint ez a védés megtörténik, ez például, ha már kérdezi, hogy mi van ezen a listán, akkor ez egy nagyon fontos központi pont. És most el is mondta nekünk, hogy mi a doktorinak a témája. Hogyan hasonlítaná De Gaulle-t és a mai politikusokat? Akár a magyar vagy a francia politikusokat? Vegyük ezt külön, mert itt több dolgot lehet vizsgálni. Maga De Gaulle tábornok, mint személy, mint politikus nagyon izgalmas. Egy rettentően művelt, fegyelmezett, nagyon komoly erkölcsi mércével rendelkező ember volt. És azaz ő neki nem voltak hivatalból fizetett szeretői, és így tovább? Sokkal rosszabb, ő állítólag fizette a saját hivatali lakásának a villanyszámláját, ő állítólag soha az életben nem igényelt vissza a francia társadalom biztosítástól egy fillért sem, mert azt mondta, hogy nem azért hoztam létre, hogy az én dolgaimat fizesse a TB. Tehát ő egy meglehetősen, hát hogy is fogalmazzak, ha nem is aszketikus, de egy nagyon visszafogott katona ember volt. Egy ilyen Ben-Gurion-szerűség. Hát azt mondják, hogy amikor De Gaulle meghalt, akkor legalább olyan szegény volt, mint amikor hivatalba jutott, és az özvegye azért tudott egyébként abban a nagyon szép kis házban maradni, amíg maradni akart, mert a De Gaulle után következő kormány különböző engedményeket tett a volt köztársasági elnök családjának, tehát úgy módosítgatták a jogszabályokat, hogy azért ne jusson teljesen koldusbotra a tábornok halálával ez a család. Ami azt gondolom, hogy de maga, ha megnézzük De Gaulle sírját, ugye csak a neve van rajta, és hogy mettől meddig élt, az sincs rajta, hogy ő neki milyen történelmi eredményei vannak, hogy milyen pozíciókat töltött be. Tehát ő egy nagyon szerény figura volt, egyébként hatalmas öntudattal, ő tudott nagyképű is lenni, és bárkit ki tudott osztani, tehát nem akarom őt egy ilyen tökéletes emberként bemutatni, hiszen nem volt az, azért ez közismert, de az alapvető erkölcsi mércéje és értékrendje rendben volt, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Tehát én meggyőződésem, hogy a tábornok 80 évesen, amikor meghalt, tükörbe tudott nézni, hogy amit tett, az úgy nagyjából... Van nekünk ilyen politikusunk? Hát ez hagyd ne ítéljen meg én, hogy ki tud tükörbe nézni, és ki nem. Én egészen biztosan tudom, hogy nekem ez fontos és tiszteletre méltó, hogy valaki a tetteit és az életét megpróbálja úgy intézni, hogy a saját értékrendjével az párhuzamosan fusson. Vagy hát mit jelent magának fusson? A Champs-Élysées-n egy kávéházba ücsörögni, és ott reggelizni? Őszintén nem sokat. Azon egyszerű oknál fogva, hogy aki élt Párizsban, annak egy idő után, ha nem is természetes lesz, de a Champs-Élysées az sok szempontból egy, ugye az a turista csalogató.
Tehát ha most megkérdezni, hogy hol szeretnék én Párizsban reggelizni, akkor azban... Ez a következő kérdés. Nem a Champs-Élysées lenne a hely, hanem azt mondanám, hogy akkor menjünk el egy divatos kerületbe, a République környékére, a Maréhoz, adott esetben menjünk el a Sacré-Cœurhöz, és akkor ott üljünk le, együnk egy croissant, egy narancslével és egy kávéval, de nem a Champs-Élysées. Ez nagyon finom, csak utána ég az ember gyomra, legalábbis az enyém. Igen, ez probléma. Akkor narancslé nélkül tudom a croissant javasolni. Arról beszéltünk, hogy beteljesítetlen álmai, és azt mondta, hogy van egy listája. Uh-huh. Mi a top, mi az, amire még sokat kell várni? Ez egy jó kérdés, milyen szempontból, anyagilag? Vagy időben? Például rajta van, hogy nagyon szívesen megtanulnék zongorázni. Nekem ugyanis valahogy kimaradt a szolfés zeneiskolát, ugye Kecskeméten talán sokan tudják, hogy a Kodály módszernek nagy híre van, és ezért rengeteg gyerek jár zeneiskolába, tanulnak mindenféle hangszert. Nekem erre nem lehetőségem nem volt, hanem kapacitásom nem, ugyanis nekem gyerekkoromban alakult ki egy nagyon fontos hobbim, ez a bűvészkedés. Tehát ugye sokan fiatal bűvészként ismertek engem a városban. Hát sajnos most már döntenem kellett, hogy politika vagy bűvészkedés. Miért nem megy ez a kettő együtt? Mert mind a kettőhöz olyan jellegű szenvedély kell, hogy az napi nagyon sok órát elvisz. És rá kellett, hogy ébredjek, hogy nem fér bele az a napi 3-4-5 óra gyakorlás, ami ahhoz kell, hogy valaki igazán nem csak technikailag jó bűvész legyen, hanem előadó művészként, színészként. Elég az a hírjárja, hogy azt is a legmagasabb szinten űzi. Én azt gondolom, hogy talán nem szerénytelenség azt mondanom, hogy tehetséges vagyok, tehát ezt, ebből a szempontból azt hiszem, hogy mindenféle díjaim ezt bizonyítják, de nem tudtam beletenni azt a napi 3-4 órát, úgyhogy ez most visszakerült egy ilyen hobbi szintre, de ez a magyarázata annak, tehát a bűvészkedéssel töltött gyerekkori és kamaszkori idő, hogy a zongora kimaradt. Hát azt mondják, hogy a jó új koordináció az kell a zongorázáshoz, úgyhogy abban reménykedek, hogyha kártyával jól tudtam bánni, és a legyezőket szépen tudtam nyitni, akkor a zongorával sem lehet lesz bajom, de attól tartok, hogy ez egyelőre a... És a zongorát már megvette? Én attól félek, hogy ez az a kategória lesz, mint amikor azt mondják az emberek, hogy hát majd olvasok én, ha nyugdíjba megyek. Úgyhogy egyelőre nem látom, hogy ez hogy valósulhatna meg. Talán ez egy ilyen távoli álom, majd egy jó 30-40 év múlva talán egy hasonló portréműsorban számon kérik rajtam. Nem beszéltünk még a szüleiről. Hogy érték meg a szülei, hogy ott hagyta szülővárosát és eljött a fővárosba? Szerintem vidéki gyerekek, vidéki szülők sorsa, hogy az ambiciózus gyerekeik elmennek Budapestre, vagy egy másik városba, egyetemi városba. Bár talán, ha jogász akartam volna lenni, akkor talán a kecskeméti kihelyezett jogi képzésen el lehettem volna, de azt hiszem, hogy attól a perctől kezdve, hogy eldőlt, hogy én politikával szeretnék foglalkozni, az behatárolta azt is, hogy hol élek, vagy hol tudok élni, hiszen a politika egy olyan centralizált országban, mint Magyarország, zárójel és mint Franciaország, nem is történhet máshol, mint a fővárosban. Csak mondok egy egyszerű példát, hogy ugye volt a magyar kormánynak az a kezdeményezése, hogy minisztériumokat, államtitkárságokat szeretett volna vidékre helyezni. Nem véletlen, hogy a vidékfejlesztési államtitkárság pont Kecskemétre került a mi városunkba, és akkor itt megállt ez a történet. Tehát egy tárcaközi egyeztetést nem lehetne megcsinálni, hogyha mondjuk 5 városban lenne az 5 államtitkár. És ők ott ragadtak? Ők itt utaztatják, én úgy tudom. Tehát, hogy ráadásul még ezek a köztisztviselők minden nap buszoznak is Budapest és Kecskemét között. Egy politológus nagyon sokat találkozik politikusokkal. Soha nem érezte azt, hogy még jobban érdekelni, hogyha beugrana valamelyik pártba és kamatoztatná tudását? Hát ez egy nehéz történet. Engem mindig jobban érdekelt a háttérmunka. Tehát az a típusú olvasós, tanácsadói, stb. Munka, amit nyilván én a mindennapokban végzek. Volt alkalmam politikai akcióban részt venni, talán a
itt beszélhetek arról, hogy az én kecskeméti iskolám kapcsán szervezkedtünk, amikor a régi iskolaigazgatónkat el szerették volna távolítani. Az nekem nagyon fontos volt, hogy ott magyar polgárként fellépjek és megvédjem azt az iskolát, amelynek nagyon sokat köszönhettem, de alapvetően én jelen pillanatban nem érzek ilyen politikai ambíciót. Tehát a kipróbálás megvolt, és egyébként nagyon hosszan tudnék arról beszélni, hogy mit élhetnek meg a politikusok a mindennapokban. Tehát ez egy nagyon stresszes, nagyon feszült munka, nagyon komoly pszichés terhelés, tehát olyan szempontból nagyon jó volt, hogy amikor mondjuk azt mondja egy politológus, egy politikusnak egy négy szem közti beszélgetésben, hogy te azt kéne csinálni, hogy, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokszor nem tudja, hogy az a politikus mit él át. Tehát, hogy mit jelent az, hogy ő kiáll egy kamera elé, és odarakja az arcát valamihez. És ez egyébként tényleg teljesen pártfüggetlen, mert minden politikus ezt éli át, hogy ő kiáll, és neki valahova oda kell raknia magát, annak van egy következménye és egy felelőssége. Ez egy nagyon jó tapasztalat volt. Megtanultam, hogy ez mit jelent. Amikor erre a beszélgetésre készültem, akkor arra gondoltam, hogy megkérdezem azt is, hogy mit szeret jobban, Brüsszelt vagy Strasbourgot? Ez egy nagyon nehéz kérdés, én nagyon szeretem Brüsszelt. Tudom, hogy a Brüsszelben megforduló magyarok körében illik elmondani, hogy ez egy ilyen piszkos város, meg nem tudom én milyen város, de én nagyon szeretem Brüsszelt. És azt nem is... Én nem láttam piszkosnak, engem csak macskakövek idegesítenek, és ezért szerintem minden harmadik sarkon van egy ilyen művégtag vagy egészségügyi felszerelést áruló bolt, hogy az ember gyorsan gumizoknit, gumiharisnyát vásároljon, miután kibicsaklott a bokája vagy a térde ezeken a járhatatlan macskaköven. Különben egy nagyon szórakoztató, sok kávéház van, sok jó könyvesbolt és zenebolt van. Szerintem egy nagyon kellemes város, és én a macskaköveket is szeretem, sokkal jobban, mint a betont, minden kellemetlensége ellenére, talán ebben egy kicsit konzervatív vagyok. Én Brüsszelben azt szeretem, hogy egyszerre van jelen ez a franciás bohémség, de egy sokkal letisztultabb formában, méghozzá azon egyszülöknál fogva, hogy ott van mellette az angol szász rigőr is, és ennek egy ilyen nagyon izgalmas keveréke Brüsszel, és én ezt nagyon szeretem, nagyon jól érzem magam Brüsszelben, de Strasbourg is gyönyörű, tehát ez nem Strasbourg. Egy egész más világ. Abszolút más világ, de még egyszer mondom, nagyon nehéz az összehasonlítás, mert kifejezetten szeretem Brüsszelt. Én imádom a keletet, és én nekem az az érzésem, amikor Brüsszelbe sétálok, mintha Libanonban lennék. De csak bizonyos kerületekben. Én azokban a kerületekben szeretek járni. Tehát, hogy szerintem megvan az a 2-3 kerület, ahol ez igaz. Én egyszer végsétáltam egyébként gyalog, most meg nem mondom melyik sugárúton, a Midi pályaudvarig vezet, és tényleg ott volt egy ilyen hangulat. Jó, rám is ijesztettek, hogy hát ott nem lehet közlekedni, főleg nem egyedül, szerintem egy teljesen élhető. És én nem tudom, én nagyon jót közlekedtem, iszony érdekes dolgokat tettem, és tényleg olyan volt a feelingem, mintha Lebanonban lennék. Igen, tehát rengeteg könyvesbolt, mindenféle keleti bolt, tehát hogy igen, vannak olyan kerületek, de nagyon izgalmas szerintem. Szeretne dolgozni is azon a tájon? Helyi jellegű ambícióm nincsen, tehát olyan jellegű, hogy most én mindenképpen ott szeretnék dolgozni. Kecskeméten született és Budapesten tanult. Melyik a kedvenc fővárosa a világból? Hát azt hiszem, hogy Párizst hivatalból nagyon szeretem, de nagyon szeretem Brüsszelt is, mint az előbb említettem. Ha viszont arra kíváncsi, hogy mely fővárosok életét követem napi szinten, tehát hogy mire figyelek, hogy hol mi történik, akkor még mindenképpen meg kell említenem Washingtont. Tehát az, hogy az amerikai politikában mi történik, az borzasztóan izgatja minden politológus fantáziáját, az enyémet is, tehát nagyon figyelem. Amikor önnel szoktam beszélgetni, akkor soha nem arra gondolok, hogy maga csak a francia politikához ért, hisz maga egy igazi politológus, és ugyanúgy el tudunk beszélgetni a világ más problémáiról is. Tehát nem csak az öreg kontinens Európa, Franciaország problémáiról, hanem a világ problémáiról. Mi az, ami a legjobban vonzza tulajdonképpen? Mindig is csak a franciák? Az előbb említette, hogy imádja Washingtont, illetve ami ott történik. Alapvetően engem a politika érdekel, az a politikai, ne értsék fel a nézők, de játék.
Tehát az a típusú stratégiai történet, hogy ki hogy helyezi előre a bábujait, mindenkinek ugyanaz a cél, mindenki ugyanazt a választást szeretné megnyerni, és azt elemezni, hogy ki mit, miért és hogyan csinál, az szerintem egy nagyon izgalmas történet. Tehát egy nagyon speciális gondolkodásmód, hiszen ott az érdekeket, az értékeket, a lehetőségeket össze kell passzintani, és ez egy nagyon komplex sakkjátszma. Főleg, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy nagyon sokszor az egyes fővárosokból valóban átnéznek a másik fővárosba, hogy ha most én ezt lépem, akkor az jó lesz-e, és arra ők hogy reagálnak. Nagyon sokszor a választó is gondol erre. Na hát ez a része, ez az intellektuális része az izgalmas. Csak hogy illusztráljam, kicsit olyan ez ennek a megfejtése, mint egy jó krimi. És én a jó krimiket is imádom. Mi, miért, hogy történik pontosan ezt összerakni, összematekozni, ez izgalmas szerintem. Napjainkban a fiatalok, akik politológiát tanulnak, elmennek gyakornoknak a Fehér Házba, aztán vagy sikerül nekik, vagy nem, vagy elmennek... A budapesti Fehér Házról beszélünk? Nem, az amerikai Fehér Házról. Budapesten talán elkerülnek egy követségre egy gyakornoknak. Ha önnek felajánlották volna, hogy menjen a Krembe gyakornoknak, elment volna? Hát ugye nem merült föl ez a lehetőség, érthető vagy ismert okokból. Viszont én is gyakornokként kezdtem a pályámat, nem a Kremben, hanem a Magyarországgyűlésben, az akkori házelnöknek voltam gyakornoka, és utána ő meg is kért, hogy külső szakértőként segítsem tovább a munkáját. Tehát itt azért érzek némiféle hálát, hogy így indulhattam el a pályámon. Azt hiszem, hogy azért az keveseknek adódik meg, hogy lendületből ilyen helyen kezdjék a munkájukat, és nagyon testközelből lássák, hogy hogy működik. Ha már ott kezdte el, és ma gombaként szaporodnak az új pártok, ugyan már azt hittem a házelnök, ezen meglepődtem. Már erre rákérdeztem. Van olyan párt, amihez itt nem a világnézetére vagyok kíváncsi, hanem vannak olyan pártok, akik egyre szimpatikusabbak, ezek az új, ahogy szerencsétlenkednek, ahogy próbálják a szárnyaikat bontani. Ezek hogy tetszenek magának? Én nagyon hálátlan közönség vagyok minden politikai párt számára, azon egyszerű oknál fogva, hogy ugye van egy elképzelésem, vagy egyfajta tudásom arról, hogy a profi politika hogy néz ki, és hogy működik, vagy hogy kéne működnie. És meg kell, hogy mondjam, hogy a szerencsétlenkedés és az amatőrködés, akár melyik oldalon történik, engem vagy rettentően szórakoztat, vagy rettentően idegesít, de sokszor az utóbbi. Mert hogy akkor mindig úgy érzem, hogy hát Jesszus Mária, hát nekik ez a szakmájuk, ezt nekik tudniuk kéne. Úgyhogy tényleg azt tudom mondani, hogy az elemző az mindig egy hálátlan közönség. Van még valami, amiről nem beszéltünk? Bizonyára nagyon sok minden van, amiről nem beszéltünk. Miről beszéljünk még? Biztos nem akartunk róla beszélni. Nagyjából tudjuk, hogy milyen a könnyű zenei szeretete, de még mindig nem árult el, hogy a klasszikus komoly zenében mit szeret. Klasszikus komoly zenében? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Mondok olyan szerzőket, akik néha előfordulnak a lejátszóban. Kamasz koromban ragadt oda Chopin egy lemeze, az időről időre visszakerül. Varnus Szavérnek egy orgona lemeze, ami időről időre bekerül a lejátszóba, és Csajkovszki hatyúkta valami. Ha magával vihetne három könyvet bekerül egy hosszú három hónapos útra, melyik lenne az a három könyv? Elmondom, melyik volt az a három könyv, amit kivittem Párizsba ezelőtt 10 évvel, mert akkor pont 3 könyvet vittem ki, és most nem akarok itt hosszan gondolkodni, csak azért. 10 évvel ezelőtt, ha már van rossz szavér, kivittem az Isten majd megbocsájt című kis kötetét, ami tele van viccesebbnél viccesebb anekdotákkal, tehát az egy ilyen kis lélekemelő szórakoztató könyv volt. Kivittem egy politológiai kézikönyvet, ez egy körülbelül ilyen vastag tankönyv volt tulajdonképpen, és ezzel üldöztem a franciákat, teljesen ki voltak tőle borulva, ugyanis a francia egyetemeken azt kell tudni, hogy egy dolog van, amit nagyon nem szeretnek, hogyha nem francia irodalmat hivatkozik az ember. Úgyhogy én ebből módszert csináltam, hogy amerikai és magyar és mindenféle irodalmakat idézgettem, és néha látni kellett volna, amikor például
választói magatartás, egy közgazdasági modelljéről bevittem egy anyagot, és akkor hát jó, hát ez nagyon-nagyon jó, de hát mégiscsak francia szerzőkre kéne hivatkozni. De hát ez az a tanulmány, ami megalapozta ezt az elméletet, de nem baj, de nem francia. Úgyhogy ez egy jó vastagkönyv, ez tényleg önvédelmi fegyvernek és támadó fegyvernek is jó volt. És a harmadik, amit nagyon fontosnak tartottam, az egy József Attila összes. Kivittem egy József Attila összest, és ha jó kedvem volt, ha rossz kedvem volt, ha bátorítás, ha vigasztalás kellett, akkor azt lapozgattam, az ő versei. Azt hiszem, hogy azok a versek, amelyeket időről időre újra kell olvasni, és én időről időre újra is olvasom őket, és mindig találok bennük valami újat és izgalmasat. Van már francia kitüntetése? Még nincs, de dolgozom rajta. Kedves nézőim, az elmúlt közel 45 percben megpróbáltuk megtudni tulajdonképpen ki is Sós Eszter Petronella. Francia szakértő, a politológus, a zeneimádó, a kíváncsi, aki kíváncsi a világra, kíváncsi a mindennapjainkra, aki szelektíven gyűjti a hulladékot, megnézi, hogy mit vesz föl, megnézi azt is, hogy hol és mikor és kivel kávézik, mert akárkivel azért nem. Egy biztos, sokat dolgozik azért, hogy önök jól érezzék magukat bármely műsorában, és mindig minden beszélgetésre készül. Tehát míg egy 7 perces beszélgetés, egy elemzés létrejön, azt gondolják, hogy egy több órás felkészülést igényel. Bízom benne, hogy élvezték mai beszélgetésünket, ne felejtsék el. 5777 esztendős múltunk és függetlenségünk biztosíték arra, hogy mindig a legszebbet, a legjobbat és a legmegbízhatóbbat hozzuk önöknek. Velem holnap reggel a Pirkadatban politikai magazin műsorunkban találkoznak újra. Most önök előtt az éjszaka, visszanézhetik összes műsorunkat, amit a nap folyamán közvetítettünk. Aki elfáradt, szeretne aludni, még gyorsan nézze meg a híradót, a híradónkat héberül, angolul és németül. A hétvégén meg tudják, jövünk a kínaival is, meg a franciával is, hisz az se baj, hogyha a fülünk hozzászok egy kis nemzetköziséghez, és jó tudni a híreket is. Köszönöm, hogy minket választottak, viszontlátásra holnap reggel. Köszönöm, hogy érdeklődésünk.